Sziasztok, köszöntelek benneteket! Időjárási szempontból sokkal nyugisabb időre számíthatunk ezen a héten, hiszen mindössze egyetlen front valamikor szerdán vonul át felettünk, az is meglehetősen erőtlen lesz. Az ivatar tevékenység pedig vagy elmarad, vagy pedig nagyon gyenge lesz a héten. A hőmérséklet pedig kellemesen, olyan 30 fok körül alakul a legmelegebb délutáni időszakban. Nézzük meg a felhőzet előrejelzésünket. Ezen azt láthatjuk, hogy az elmúlt napok csapadékos időjárását okozó légörvény a frontrendszere fokozatosan távolodik térségünkből keleti észak-keleti irányban, és a következő napokban a frontok, illetve az azokat mozgató ciklonok pályája tőlünk messze észak-nyugatra, északra helyezkedik majd el. Egyedül a szerdai szakadozott felhőzetű hidegfront szól majd bele valamelyest az időjárás alakításába, de hát az ábrán, illetve előrejelzésen is látható, hogy felhőzete meglehetősen keskeny, vékony és szakadozott, tehát ebből nagy időjárás változás nem lesz. Az előttünk álló éjszaka folyamán a keleti észak-keleti országrészben is összeesnek az áporokat, zivatarokat adó felhők, és az éjjel második felében már kevés felhő lesz az égen. Ugyanakkor a mai és a tegnapi csapadéknak köszönhetően a keleti észak-keleti megyékben sokfelé képződnek pára, illetve sekély kötfoltok. A hőmérséklet kis szórással nagyjából 15 fok köré csökken hajnalra. Holnap napközben az erős napsütés hatására nagyon sokat melegszik majd a levegő, illetve déliesre fordul a szél, onnan pedig kissé melegebb levegő is érkezik hozzánk. Emiatt a hőmérséklet csúcsértéke már 30 fok körül alakul, úgyhogy az ország nagyobbig délnyugati kétharmadán felén lesznek a 30 fok feletti értékek. Nagyon sok napsütésben lesz részünk, de azért gomoly felhők is képződnek az égen. Kicsit több gomoly felhő képződik majd keleten, észak-keleten, de záporokat, zivatarokat valószínűleg ezek a felhők sem adnak majd. Nagyobb tavainknál is igazi strandidő várható, hiszen lengedező délies szél mellett általában nagyon sokat süt majd a nap, és a hőmérséklet pedig 31-32 fok körül tetőzik, különösen a dunántúli tavaknál lesz meleg az idő. És akkor nézzük a folytatást egy siófoki fáklya diagram segítségével. Ezen azt láthatjuk, hogy a szerdai hidegfront gyakorlatilag meg sem jelenik a fáklyán, hiszen csapadék esélye főként a középső országrészben nagyon alacsony lesz, inkább csak délnyugaton, illetve északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. Ezt követően folytatódik a holnapihoz nagyon hasonló időjárás egészen a hét legvégéig, és valami izgalmas fordulat valamikor egy hét múlva, tehát jövő hétfőn következhet be. Akkor viszont nagyon izgalmasan alakulnak a dolgok, ugyanis ha visszatekintünk a múlt pénteki szombati helyzetre, ugye amely során a nagy mennyiségű csapadék hullott délnyugaton, nos azt láthatjuk, hogy a múlt pénteken, szombaton tőlünk délnyugatra alakult ki egy légörvény, egy ciklon, és ez okozta az extrém mennyiségű csapadékot. Ha megnézzük a jövő hét hétfőre előrejelzett időjárási helyzetet, azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag ugyanott képződik majd egy ciklon, de egy picit még erősebb is lesz talán. Valószínűleg ismét sok csapadékot okoz ez a ciklon. Kérdés, hogy a csapadékrendszerek mozgása olyan lesz-e, hogy éppen a Kárpát-medence vagy Magyarország fölött okoznak majd ismét nagy mennyiségű esőt, illetve heves záporokat, zivatarokat, de a következő napokban figyelemmel kísérjük ennek a ciklonnak az alakulását, illetve várható mozgását, ezért kövessetek minket bármelyik elérhetőségünkön. Én megköszönöm a figyelmeteket, sziasztok!